betegségekkel, sérülésekkel terhelt heteket tudhat maga mögött Hellebrandt Máté. A kétszeres olimpikon gyalogló sokáig akilleszín sérüléssel bajlódott, míg aztán kiderült, hogy egy begyulladt fog okozta a problémát. Azóta panaszmentes az atléta, aki egy hosszabb edzőtáborozást követően állt rajthoz idei első versenyén a Békés Csabai országos bajnokságon. A 20 kilométeren idehaza egyed uralkodónak számító gyalogló a papírformát érvényesítve 1 óra 23 perc 11 másodperces idővel végzett az élen. Általában mindig papírforma számomra, viszont idén, hogy nagyon sokat voltam sérült, nem voltam olyan jó formában, mint máskor, ezért kicsit még izgultam is, mivel van egy-két fiatalabb, nagyon tehetséges gyalogló, akik nagyon jönnek fel, és idén februárban, márciusban nagyon jó időket gyalogoltak, ezért kicsit izgultam is, hogy biztos szoros verseny lesz, de hál' Isten sikerült úgy taktikáznom, hogy már az elején szinte eldőlt a bajnoki cím sorsa, és ez már a 8. aranyérmem volt, aminek nagyon örülünk. Most, hogy már egészséges, Hellebrandt Máté igyekszik pótolni a sérülése miatt elvesztegetett kilométereket. A befektetett munkára szükség is van, mivel a nyári VB-n a hosszabb távon próbálja ki magát a gyalogló. Nekünk az egyik legfontosabb időszak az a téli alapozás, ezzel alapozunk meg ugye a szezont. Sajnos tényleg több száz kilométer kimaradt, hát ezt próbáljuk most bepótolni. Nagyon sokat voltunk edzőtáborban az edzőmmel Józsibával, és még fogunk is menni a nyáron. Ugye nekünk a fő verseny az a londoni világbajnokság lesz, ott szeretnénk 50 kilométerrel indulni, ahova igazából dupláját kell edzeni, mint amit eddig edzettünk, mert ugye eddig 20 km-re készültünk, és hát ez most nagyon kemény időszak lesz, hogy be is pótoljuk az eddig kimaradt edzéseket, illetve a folyamatos készülés is nagy energia igényt fog venni. Hellebrandt június elején egy szuperliga versenyen áll rajthoz, majd még 2-3 rövidebb távú viadalon hangul az augusztusi világbajnokságra a nyíregyházi gyalogló.